Sziasztok srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, és újra Dark Soul, újra én, és újra NXPC, és még jó darabig ezt is fogjátok hallgatni tőlem. Na, srácok, hát sikerült, ugye a 19. epizódban nekünk sikerült legyőznünk végre az Abyss Watcher-t, hála a magasságosnak, és tényleg nem vicceltem, amit esetleg aki olvasta a leírást, vagy végignézte kompletten a videót, rájöhetett, tényleg arra ez nem vitt, soha nem jutottam túl rajta. Nekem ez volt a Dark Soul mumusom. Másfele is próbálkoztam, de igazándiból annyira már elvette a kedvemet, annak idején a játéktól a kedvemet elvette ez az egész, hogy nem bírok megölni egy lordot. Aztán, hogy belegondoltam, ha ezt nem bírom, akkor mi lesz a maradék négyel? Na, de mindegy is. Szerintem vágjunk bele, jó? Nem is húzom tovább az időt, nem akarok, mostanában elég unalmas tartalmakat gyártok. De ez van. Nem mindenki úgy halad a Dark Soulba, ahogy kell. Én legalább vágatlanba nyomom nektek. És kivétel ugye az Abyss Watcher, mert ugye hiányzik egy órás tartalom, azt már nem akartam nektek oda vágni, mert az valóban egy időhúzás lett volna. Na de váltsunk is át a játékra. És akkor ott folytatjuk, ahonnan abba hagytuk. Ugye az előző részben megbeszéltük azt, hogy... vagyis csak én beszéltem meg magammal. Hogy ugye... lehet, hogy nekiállunk a Dancernek, és hogy itt a maradék cuccokat ilyen bóklászósra veszük a figurát. Hát én a mondó vagyok, hogy igazándiból egy tényleg nagyon jó ötlet lenne, mert azért csak kíváncsi lennék, hogy mit... tudhat a karakter. Azt se tudom már, hogy mi van. Ja, oké. Okay. Hát a felére nem nagyon lesz szükségünk. Viszont ez Titanite Shrink? Nem, Twinkling Titanite. Na, ebből kell nekünk még kettő, ha jól tudom, igaz? Gyorsan megnézzük a kovácsot, és akkor tudjuk fejleszteni a kardot. Szóval azt akartam mondani, hogy lehet, hogy nem nagyon fogok bóklászgatni össze-vissza, az csak egy időhúzás lenne. Én a mondó vagyok, hogy rövidítsem a... Soul végigjátszás szériájának a... jaj. Így van, még kettő Twinkline Titanit kell. És akkor egy 172 plusz 49-es srácok, az egy... wow! Az egy baszó kard lesz. Vagy legalábbis, majd meglátjuk. Szóval visszatérve, én úgy amellett döntöttem, hogy haladjunk tovább előre, amennyire csak tudok. Aztán majd, hogyha szükséges lesz tényleg, amikor már nem nagyon tudok boldogulni, akkor azt mondom, hogy oké, okay, hogy akkor vágjunk bele. Mit kaptunk különben? Ja, hát a szokásos cuccok azok még megmaradtak. Gyűrűk. Srácok, annyit fogok csinálni, hogy ezt a gyűrűt kicserélem erre. Bár mondjuk ez boostatak, igazándiból én nem nagyon szoktam boostolni. Hát nem tudom, shooting casting time. Lehet, hogy... ez meg ugye... varázsgyűrű. Na jó. Hát, ha találunk valami faszábbat. Na jó van, srácok, én úgyhogy az mellett döntöttem, hogy megyünk tovább. Az Abyss Watcher-öknél. Tehát le fogunk menni a katakombákba. Aztán meglátjuk, hogy... csések. Ez majd kiderül. Nos! Nézzük, hogy mit rejt a kripta. Én úgy tudom, hogy ebbe a pálya részbe lesz jó pár boss, vagy lehet, hogy rosszul emlékszem, de azt hiszem kettőn biztos, hogy lesz. Már amit tőletek láttam, tehát nem azért, mint hogyha nagyon vágnám a játékot, de ja, valami ilyesmi. Oké. Okay. Oh! Halló!
Arról nem volt szó, hogy ezek újraélednek. És ő? Hello? Esetleg... No. Lehet, hogy itt kardot kell cserélnem, ezen gondolkoztam már, mert ugye ez... fagyásra megy ez a téma. És lehet, hogy nehezebben fogok velük megbirkózni. Így. Wow, 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 wow! Hey, hello! És ő? Ő a... Ők nem kell fel újra. Állítani csárt. Hát maximum a pajzsomhoz kell, ha jól tudom. Hú, elég érdekesen mozognak a hullái. Na mindegy. Na jól van, menjünk tovább. Miközben átváltok a... Most ez komoly. Ajajajajajaj. Ne már. Figyelj, beszéljük meg, jó? Én nem szeretnék a híron küzdeni. Masszív. Ügyes. Nem baj. Nem is kell most az én bőr. És erre nem is akartam nagyon rá állni. De azért köszönöm szépen, hogy lelökött a hídról, és kezdhetek mindent előről. Na jó, van, menjünk, most már ne szórakozzunk, mert unom már az ilyen embereket, akik... Ez most az én témám volt, ez van. Reméljük, el is tűnt a téma. Úgyis föl fog kelni újra. Aj. Valamit csesznem kell a karddal, mert... nem akarok a hídon küzdeni, ha nem gond. Na gyere! Hogy nem bírom megölni. Beszarok. Menj már, hogy...
Miért teszi ennyire a staminát a kardom? De most hogy komolyan kérdezem. Hé? Ez nagyon érdekes volt, de mindegy. Srácok, lehet, hogy tényleg váltanom kell kardot, bár egyelőre még nem találtam megfelelőt. Vagyis lehet, hogy de... De... Hát meglátjuk, nem tudom. Az a baj, hogy az igazság, hogy ahhoz szerintem valami teljesen másfajta. Telibe. Oké. Okay. Telibe fejbe lőtt, halljátok? Tehát ez beszarás. Na jó. Itt nem tudom, hogy mi van hirtelen. Hua! Basszus. Halló? Mi a fasz? Hogy? Keményebbek az ellenfelek legalábbis. Ahogy észrevettem, itt eléggé. Állj! Igen, jól emlékeztem én, hogy nem kell nektől. Ki akar perézni, nem tudom, láttátok-e. Még valaki? Hát ez így elég érdekes téma lesz, mindjárt meglátjuk, hogy... Jó. Nézzük meg, hogy erre mi van. Hogy erre majd később jöjjünk át? Vagy itt jöttünk? Jaj, nem, itt jöttünk át, bocsánat, itt volt a... Az ijász. Oké. Okay. Legalább már lelkünk van. Én úgy vagyok ezzel, hogy egy kicsit túrok magamon. Aztán keresünk valami izgalmasabb... Egy izgalmasabb kardot, mert az az igazság, hogy... Jóha. Oké. Okay. Ez mi? Fogból a head. Ah, köt fel előttem. Ó! Oh. Nem kaptam meg a lelket, úgyhogy ez valószínűleg újra fog kelni mindjárt. Na most. Most vagyunk jól. Kartusz... Haj. Ez nem tudom mire való ez a tóm. Halló? Ó! Oh. Mondjuk innen azért elég királyú ki lehetne őt lőni. Erre mi van?
Hát nem szeretném megtudni. És erre, hát ha van valami érdekesség, nem. Nem, jól van. Na jó. Lehet, hogy ide már kevés lesz valóban a kardom. És a probléma az, hogy ugye ez ugye frost kard, tehát hogy itt inkább lehet, hogy tűzzel tudnék érvényesülni. Ellenük, vagy valami sötétebb témával. Hát, hogy ez kemény lesz. Kukri? Nagyon sok a Titanic Shard. Sharpcam. Nem tudom, hogy mire való. Hú, kiütöttük a... az oszlopot? Vagy mi van? Na, várjatok. Tovább megyünk. Szerintem... Várjatok? Azt fogjuk csinálni, hogy akkor megnézzük, hogy milyen ez a kukri. Ilyen csalogatónak most ide bőven meg fog felelni. Itt is van. Oké. Nézzük, hogy nem fókuszál rá. Gyere. Hú, baszod meg, hol a kardod van. Az, hogy kurva sokat vesz le a Titanic-sár. Az mit csinál az a gerinc ott? És amúgy, na mindegy, jó. Jók vagyunk, azért beedzett minket a... Oh! Az Abyss Watcher. De bár úgy is jön, szerintem. Nem szeretnék kimenni, mert nem tudom, hogy mik vannak még itt. Halló? Itt van helyünk. Hoppá. Szeretted volna. Hát lehet, hogy csak bele kellett volna jönnöm a játékba, aztán lehet, hogy csak annyi volt a problémám, hogy nehezen tudom őket most megölni, nem tudom mi az oka. Halló? Oké. Ez... nekem ez magas ez a hely, hirtelen. Titanic Shard már megint. Nézzünk erre körül ki. És oda elbírok menni? Szerintetek? Wow, ott még lehet, hogy van egy-két cucc. Ide még nem megyünk le. Nekem rossz sejtésem van ezzel kapcsolatban. Megnézzük, hogy ide fent mi van, jó? Ó, halló! Oké. Nem ártana valami. Oké. Tehát tulajdonképpen mentünk egy kört. Ura hangok vannak itt fönt. És erre? Erre nem voltunk még, ugye? Aha, erre nem voltunk még. Kivárlak benneteket.
Keci! És ez mi? Hát remélem, hogy nem nagyon akarnak még a nyakamba szakadni, sehonnan se. Jó, szózóink már vannak, azt már látom. Azzal bővelkedünk. De nekem még mindig ez a twinkliglig, vagy twinkliklik Titanite kellene. És akkor azzal talán egy kicsivel előrébb jutnánk. Meg most már nem ártana nekünk egy... hogy is fogalmazzak, egy... Oh! Várjál, kijövünk itt. Több a hely. De miért? Miért megy el a fókusz? Ezt valaki el tudja nekem mondani? Hogy amikor szeretném, hogy elfokuszáljon egy enemire, nem haltak meg szerintem. Legalábbis. Halló? Igen, jó, nem. De meghaltak, jól van. Nem tudom, mi lehet erre. Erre még nem jártam. Nagyjából próbálom. Felfedezni a dolgokat. Aha. Töltsünk egy esztuszkot, mert itt elég veszélyes a környék, úgy látszik. Ó, ez... No, the flames guide. Oké. Ez zene füleimnek. Ez kellett nekünk, yes! Indeed. Honnan van az az íjász? Oké. Akkor ez a lészét, ezt kifúloztuk most már, csak egy bonfire kellene keresnünk, ahol újra tudjuk tölteni a az esztuszkainkat. Rossz előzőben van, ezt viszont láttam. Ülés. Ó, ott van egy lélek fönt. Várjatok csak. Fussunk föl ide. Reméljük nem löpnek le. Egy ember. Na hülyére lövöldöznek ez a kibaszott íjjal. Már úgy nézek ki, mint a sündisznó. Szerintem fussunk be ide. Oké. Halló? Oh. Nagyon nem vagyok jó lesz puszkügyileg. Hát lehet, hogy vele nem is fogok foglalkozni igazándiból, mert most megpróbálok inkább keresni valami. Azt mindjárt gondoltam. Ott mi a fasz?
hát tehát így nem lesz jó hosszú távon. Azt mondja, csak itt felpattam belőle. Feszó, se beszéd. Bent valami. Amit láttam, hogy amiben van, ami ott le van fedve, az nekünk nem lesz jó. Cartus milk. Milkring. Oké. Hát nekem kibaszott gyorsan egy bonfire kell. Valamit nem tudom, hogy hol fogok megtalálni. Nézzük meg, mi ez a gyűrű. Vagyis tudom, hogy mi ez a gyűrű, mert ugye én már ennek utána néztem. Kicsivel informáltabb vagyok most. És ezt szépen lecseréljük a kártuszra. Ugyanis... Így van. Hát srácok, ez... izgalmas lesz. Viszont van egy ötletem. Két csontváz is van, látom ott a földön, aminek annyira nem örülök. Én is tudok ilyet. Gyere, hopp, kukucs. Wow. Jó van, anyakárd a baszkodjál, öreg! Fasza! Hát ez nagyon fasza, mert a leges legelejéről szaladhatok ideig. Baszd meg, te köcsögjáték! Jaj, ne már! Nincs valami rövidítés? Erőtök! Nézzünk már szét. Jumping record ahead. Ah! Aha! Na itt van a gurulda, ahol a... Oké. Okay. Itt lebírok ugrani? Ó! Oh. Hát lehet, hogy meg fogok dögleni, de egy próbát megér. Nézzük csak. Oké. Okay. Szeretnéd, kisfiam? Nem kaptam meg a lelkét. Kit hogyha rászik itt alattam? Jól van, na, hát akkor így egy kicsit könnyebb dolgunk lesz. Oké.
egy jó kör volt. Jó. Ezt megúsztuk. Különben ott a bonfire. De valahogy oda el kéne jutnunk. És megint perizik. Hát kinyírom magamat. Fej nélkül, bat meg úgy eltalál, mint hogyha nem úgy tudom, hogy miből lenne. De nem baj, van megfelelő mennyiségű eszközünk. Hogy nem tudok harcolni, ezt valaki elárulja? Hát ez... Hopp, hálóka! Nem csinál semmit, se öröm. Au! Miért van olyan érzésem, hogy nem halt meg, vagy igen? Jó! Fölveszük a megmaradt cuccainkat. Itt mindjárt kicsalogatom innen. A maradékkal. Na gyere! Egyszer. Nekem meg ne próbálják fölkelni, baszod. Oké. Nos. Hát... Azt nem tudom, hogy mi ott. És hogy tudok oda átmenni. Érdekelne, hogy tudnék oda átmenni. Wow! Wow, az nem lesz jó. Várjatok. Egynek kampó. Hát pont nem abban a szögletben van. Vártok. Megpróbálom. De miért nem fókuszál rá rendesen? Na gyere, itt van helyünk. Tudunk játszadozni, gyere! Baszd meg, hát mik ezek? A kurva életben, hát nem igaz! Utálom ezt a katakombát, de tovább megyünk. Még mindig itt tökölök, és de nem baj, most már van rövidítésünk, úgyhogy tudom, hogy hova kell menni. Ezért mondtam, hogy inkább nem bóklászok, hanem megpróbálunk előrébb menni, mert ez így nagyon hosszú lesz. Ne essél szét, szedd össze magadat, gyerünk! Harcolj! Fire oro, na.
Úgy, ezt megvárjuk, még elmegy onnan. Jól van. Büdös kurva Isten faszát ezekbe a szarokba! Nem látok semmit! Ezt nem hiszem el, basz meg! Nem fogom elveszíteni a pontjaimat! A köcsök kurva anyára! Nem hiszem el, nem hiszem el ezt a faszjátékot! Hát a büdös életben nem jutok el abba a izébe. Rohadjak meg. Hát ilyen nincs hely. Hú, ez egy igazi köcsökpálya. És ezt... Valaki ezt árulja el, hogy mi a büdös túróért nem megy normálisan a sztaminám, de ha valaki ezt megmondja nekem, akkor ez nagyon érdekes lesz. Tehát, hogy ilyen nincs. De komolyan. Valaki ezt árulja el nekem, miért nem megy normálisan a sztamina. Hm? Tökölj már meg! Istenem. Bazd meg! Elveszítettem a 13.000 pontomat, a jó büdös tetves! Kurva gránát dobálok! Isten faszát azt! Te is húzz el innen! Kibabál már megint! Hát most töltem meg! Ezt nem hiszem el! Meg az se, hogy nem fókuszál rá! Hát ilyen nincs, basszátok meg! Rányomom, hogy ráfókuszáljam, össze-vissza megy a kamera! Én nem tudom, hogy mi a tököm van ezzel a játékkal! Fölbassza az agyamat! Most már tényleg fölkúrja az agyamat, ez nem vicc! Rohadtul idegesít! Az, hogy három darab csontvázon nem tudok tovább menni. Ilyen nincs, baszd meg. És úgy, hogy... Kelje már föl, baszd meg. Ugyanez volt a problémám. Csak ennyi miatt... Ennyi, ez miatt nem bírtam megölni rendesen, normálisan ezt a rohadt izét. A rohadt boss, mert nem tudok normálisan ráfokuszálni. Ha valaki elárulja, hogy miért nem tudok normálisan ráfokuszálni egy asszott ellenfélre, azt megköszönöm. Honnan? De honnan? Ember, honnan? És akkor jön már megint egy másik fasz. Ezt megperíz, basz meg! Az legyilkol!
Lemegy a fél életem, a semmire, a másik dobál, basz meg. Ilyetve. Gyere ide, gyere ide, basz. Nézd meg, nézd meg, nézd meg, nézd meg. Hát megdög lesz-e már ott, te ott. A büdös, teppes kurva anyádat. De még egyszer fölmel kell, és nem igaz. Kaj, hát figyelj vissza. Te geci. Hát ilyen nincs. Ne arra nyugodtok, srácok, hogy ilyen kurva csúgyán beszélek, de most már fölbaszta az agyomat a játék. Hát ilyen nincs. Ilyet nem kúrtam még, de most nem vicc. Hol van ez a fasz? Gyere elő, ne dobáljál semmit sem, mert szétbaszom a hülye fejedet. Ezek a rohadt lelkek. De különben, tudjátok mit? Majd a Szent Atya megsegít. Jó. Ugyanis ennek a varázs képessége a maga a ruhának sokkal nagyobb a tűrése varázs ügyben, mint... De valószínűleg ezzel sem fogok sok mindenre menni. Halló? Gratulálok, Gábor! Fasz a gyerek vagy! Köcsök hordókba abba! Menjetek már ti is innen! Körbe kell nézni, hogy hol van a hordó, basz meg, mert hát ez valami fenomenális. Aladjál te is, na gyere! Basszátok meg, basz meg, mi van még itt? Rövidítettem, úgy látszik. Faszomba! És most... Bassza meg! Jó. És most hol találom meg a... Nem igaz, hát. Nem fogok nekiállni most küzdeni velük. Négy esztuszkom van. Megnézem, hogy emelre mi van fölfele. Kell egy kibaszott... Hó! Az nem jó ötlet! Jó van. Akkor az nem jött össze. Ott vannak a kerekek. Itt is vannak kerekek. Nem jó, nem jó. Nagyon nem jó helyen vagyunk, srácok. Úgyhogy szerintem... Baromi gyorsan följövünk ide. Oh, wow! Jó, végül is igen, végül is igen. Ide kellett eljutnunk. Jézus! Te gyújts már be, haladj már! Jó. Az Isten faszát az.
Még van időnk egy kicsit szétnézni fölfele. Megvárom, még itt kibontakozik ez. Itt mi van? Na igen, a vissza. Másik oldalt, igen. Már rájöttem, van bonfire. Large titanite shard. Jó, elviekben, elviekben itt kellett volna kijönnünk. Hozd meg. Így van? Igen. Mondjuk jó lenne fölvenni az eszközeiket, annak tudnék örülni. Mondjuk veszíteni sok mindent nem fogok, várjatok. Azt a büdös kurváget, hát engedjetek már erre az ajtót. Gyertek csak én a kettőre, gyere! Fókusz, fókusz, fókusz! Fókusz! Remélem, eltököl velük még. Egy. Nem baj, mert itt vagyunk. Meg fogom őket ölni, valami nem oké. Tehát, hogy amit én észrevettem, hogy a stamina, vagy azért, mert olyan kardot használok, amilyet, vagy azért, mert államagasságosak, hogy itt veszítettem el különben. Valamit csinálnom kell vele, ez tuti. Tehát ez 100%. Szerintem maradjunk annyiba, hogy eleget baszakodtunk most már. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy visszamegyünk szépen ide a Firelink Shrine-ba, és felakasszuk magunkat az egyik gerendára fönt a tetőn, mert amúgy ez a pályarész, ez beszarás. Én most amondó vagyok, lehet, hogy pénzkidobás lesz, amit most csinálni fogok. De azt fogom csinálni, hogy először is kicsit állítgatok a ruháimat, jó? Mert ide majd kell egy kicsivel több, hogy is fogalmazzak. Ide már annyira nem lényeg a fizikai, viszont a magic ellenállás, igen. Vagyis bocsánat, magic ellenállás, a poison. Meg a bleed, de maradunk a szokásos felhozatalnál. Így van. Tehát a Fallen Knight Armort válasszuk továbbra is. Komplett set az tökéletesen meg fog felelni nekünk. És ami érdekel, az, hogy ez 147 plusz 43-as, az azt jelenti, hogy 190-es konkrétan pontosan, annyi a sebzése. Én itt láttam nála egy nagyon érdekes kardot, ami tetszett is. És az itt is van. Ez viszont alacsony, de ha nem tudom, hogy mivel tudom fejleszteni, az igazság, mert ez a Pontiff Knight, ami elviekben a következő pálya lenne. Ennek a durability-e picivel jobb szerintem, mint a másikért, bár mondjuk fizikális, hát mondjuk ennek is stabilitás 30-as. Nézzük meg, ami nálunk van. Az mennyivel jobb, jó? 35, tehát viszont a durability 80,
Ennél pedig... Ennél pedig 90. Tehát... srácok, lehet, hogy be fogok... fektetni egy ilyenbe. Mert... kell nekem egy olyan kard, aminek magas a támadó ereje, de nem varázsolt, mint ez. Szerintem ez majd... ez máshol lesz jó ez a kard, tehát kell egy váltókard. Úgyhogy szégyen, nem szégyen, amúgy sem tudok nagyon fejleszgetni ezekből a lelkekből, szerintem. Hát igen, több mint valószínű. Szerintem... Oh, hello, and in one... Abba viszont biztos vagyok, hogy ehhez valami nagyon speciál fejlesztő eszköz kell. A gáz, hogy nem írja. A 123-as, 145-ös, jó, de ez Great Sword. Bastard Sword. 138-as. Fejlesztés nélkül. Jó, mondjuk ez nehéz, ahogy elnézem. Ez longsword? Mert amúgy baszott nehéz, ahogy elnézem. Viszont 75-ös a durability-je. Ez meg 3 és feles, tehát nagyon könnyű. Tudok vele könnyen mozogni. A mostani kardunk mennyi? Bocs, hogy ennyit baszakodok vele, de az igazság, hogy mivel ez mage, hát ez 4-es. Hát több biztos, hogy jobb az a kard. Még így is, hogy... Oh, hello, man. Hogy nem biztos, hogy tudjuk fejleszteni egy jó darabig. Hát, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a pontif cuccli kell hozzá valószínűleg a fejlesztéshez. Oh. Frostblade. Srácok. Nem tudjuk meg. Legalább azt a jövőbe bűvölhető kardunk. Goodbye, igen. Hát én is azt mondom. És akkor nézzük meg, hogy mi az, amivel tudjuk esetleg ezt fejleszteni, gyorsan benézek. De szerintem hiba volt megvenni. Nem. Fireclimb Titan itt el kell ugyanúgy, hopi. Várjatok. 136 meg 44, a 138. És ugye kettőt... Wow, ettől lehet, hogy jobb lesz a kardunk. Várjatok csak. Frostblade. Egy fagyasztó kard. Szintén fagyasztó kard, tehát nem tudok... nem baj. De ez egy erősebb kard. Tehát még... még ez, ugye Sword 2... Sword 2-ként 172... Ja nem, az majd akkor lesz, ha... 3-as lenne. Jelen pillanatban 147, tehát 190-es, viszont ha én ezt fejlesztem, tehát 123... 123 meg 37, jelen pillanatban ez most 160-as. Ez a kard. És hogyha rádobok, akkor már előnyben vagyok. Egyet, és még egyet tudok rajta fejleszteni a Twine Climbing Titan által. Úgyhogy szerintem jó választás volt. Jaj, nincsen szózunk. Nem sokkal lesz jobb. Mert ugye, mennyi ez? Most jelen pillanatban 147-43. Hát... igazándiból majdnem egyforma. Csak az a baj, hogy ez nem bűvölhető valószínűleg. Viszont könnyebb és jobb a durability-je. Úgyhogy... nézzük csak meg. Várjatok. Teljesen mindegy most. Au! Oké, tehát a bónuszt azt nem kapjuk meg most.
mert fejlődnünk kéne erőre. Viszont jóval, de jóval jobbak vagyunk Equip Loud-ba. Wow! Mennyit tudtam? 6-ot? Így van. Azt fogjuk csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudjuk-e. Nem. Sajnos nem. Tehát továbbra sem. Ez is fagyasztó kard. Tehát egyik fagyi kard után veszünk egy másik fagyi kardot. Semmi gond. Annyit fogunk csinálni, hogy eladogoltunk egy valak cuccot, mert már annyi szarom van, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Bandit Knife marad. Őt eladjuk. Ez Greatsword. Straightsword. Carvedsword. Hát nyilván ennek jobb a durability-e, viszont a fizikális védelme nem. Hát srácok, szerintem jól jártam vele. Ez nekünk nem kell. Ilyeneket nem fogok használni. Bár ARV-ekben Frostblade, Spinbash. Ez milyen Frostblade? Na mindegy. Ez nekünk nem kell. A katana nekünk nem kell, nem fogjuk már használni. Ez durability, ez 70 durability, 93, ezek már nem kellenek nekünk, ez már... Hát a... ezt ne adjuk el, ezt a kardot. Úgy vagyok vele, hogy maradhat egyelőre, ezt meg nem szeretném használni. Úgyhogy ők maradnak. Nyilból ez nem kell. Ez szintén nem kell. És egy könnyebben 74 pluszos fizikai, viszont stabilitás 48, ennek a stabilitása 57, ez 46, 61, 50, 63. Igazándiból még mindig a Spider Shield-em a legmenőbb. Úgyhogy sajnos meg kell válnom a többiektől. Erre nincsen szükségem. Szerintem lesz bőven még pajzsunk. Mondjuk az érdekes, hogy ez 75, ez meg 90-es, 95 pluszos. Fizikális védelme, lehet, hogy inkább erre kéne hajaznom, és akkor ezen túladni, csak ez 5-ös, ugye, ez 4 és feles. Ezt meghagyjuk, jó? Ezt eladjuk, az egyiket. Támadni nem fogok, viszont nagyon jó a védelem ebbe a pajzsba. Erről meg pláne ne is beszéljünk, csak ez 7-es. Ez meg 3 és feles, 2 és feles. Ettől megszabadulunk. Én úgy vagyok ezzel az egésszel, szerintem, hogy... Wow, 105-ös durability. Ez perizős. Aha, ez perizős pajzs. Oké. Ezek mind perizős pajzsok. Jól van. Ezt eddig nem vettem észre. Úgyhogy sorry. Egy kicsit hosszabb lesz ez a téma. Nem akarok a következő epizódba tökölni vele. Úgyhogy... ez szépen... ezek még megmaradnak. Viszont a Spider-től meg fogunk szabadulni. És ha lehet, akkor tudunk erre dobni. Mert ez perizős, és ez nekünk nagyon jó. Jó. Bocs, srácok. Eddig nem nagyon vettem észre ezeket a dolgokat. Figyelmetlen vagyok, ez tény. Úgyhogy lehet, hogy átváltunk erre, ugye? A Dragon Crease Shield-re. Bőven, de bőven jobb, mint ez. És ugye nekünk a Guard Absorption kell. Igaz, stabilitásban nem a legkirályabb, mondjuk ez jobb stabilitásban. 86 sötét, 53 sötét, Magic. Igazán ebből a két pajzs majdnem ugyanaz. Csak annyi, hogy a Crash Shield-nél most lehet, hogy nagyobb hasznát vesszük. Mert ugye a Dark
illetve a Fire Damage, hát igazániból megcseréli a kettőt. Sokban nincs különbség, csak kettőt cserél. Ez a kettő megmarad, ezt eldobjuk. De most átváltunk egyelőre erre. És akkor ezt a hármat, a maradékot eladjuk, jó? Ezt még várjátok meg, mert kíváncsi vagyok. Nem purchase, hanem sell. És eladjuk a pajzsokat. Hát sajnálom, sok ideig elkísért, de meg kell tőle szabadulnom sajnos. Illetve ezt. Így van, így van. És ezt. És akkor ők kettőjük marad. Hát ebből ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell. Ez sem, ezek maradhatnak. A ruhából, ugye ez a Drang Armor, Harad Armor. Ez a Desert Armor, tehát nekünk igazándiból ami most van, az bőven kielégítő. Abból ez nem kell. Illetve ez. A havas John Serco maradhat, mert ugye alacsony a témája. Jó. Ebből ez nem kell. Au, pont a papé volt a kéz, de mindegy. Sources nem kell. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Ez maradt és kész. Maradtunk a Fallen Knight Serco-ba. Hát a bíboros Knight Serco az majd... az már sajnos így maradt. És ami nekünk kell, még ami nekem nagyon fontos lenne... gyorsan megnézem, hogy mennyiért... Mondjuk Estus... Bocsánat, Titanic Shardunk annyival, mint a... temét. Úgyhogy én úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy ezt a kardot tovább fejlesszük. A maradék Twine Klein Titanite-a. És akkor így 146, 51. Az azt jelenti, hogy 197. Tehát majdnem 200-osra lesz a damage-e. Aminek örülök. Jó számoltam? Így van. Igen, jó számoltam. Úgyhogy erre én dobni szeretnék. Az már menőbb lesz. Az már 230-as. Ezt kicsit kibaszott nehéz lesz összeszedni. Nem lehet őt, hogy lebontom? Az kár. Na mindegy, és a pajzsra... erre is Twine Clyde Titanite kell. Basszátok meg. Jó, igazániból sok minden nem változik, csak annyi növelőjük a stabilitása, meg egy plusz támadó erő, de nekünk úgy érzem, hogy erre nem lesz szükségünk. Alatask, oké. Reinforce nincs. Köszönjük szépen. Kicsit, mintha lassú lennék. Mintha egy kicsit lassú lenne a kolléga. Amire nekem még szükségem van, az egy bomba. Jaj, ennyi nem. De egy minimum 10-11 darab kell. Egyszer. Illetve... Várjatok. Olyan cucc, amit el tudok dobálni. Boost damage. Rise az maximum HP, hát ilyenünk van. Jó. Köszi. Lehet, hogy őtől tudunk ilyen dobókést vásárolni, így is van. De nekem erre szükségem lenne. Így van. Ebből van bőven. Hát egy olyan bő 30 darabra szerintem nem probléma, hogyha veszek tőle. Oké. Okay. Cső, illetve... megnézzük, hogy ő nála mi van. Wow! Wow!
Ebből is vásárlunk. Hát ennyit azért nem. De ezt kipróbáljuk. Van poisoned. Wow! Köszi. Aztán meglátjuk, hogy hogy szuperálunk. Egyelőre úgy néz ki, hogy jók leszünk. Na jól van, srácok, nem is buzerállak benneteket tovább. Találkozunk a következő epizódban, és akkor megyünk tovább. Még annyi. Már nem ürít a lány, azt lehet, hogy meg kellett volna ölni. De mindegy. Annyi a lényeg, hogy... még ezt itt egy gyors átvariálás követi. Tehát ebből átváltunk ebbe. Ebből átváltunk... Várjatok. Ebbe. Jó. És akkor ő átjön ide. Ő átjön... Mit tudom én hova. Tököm tudja. Ez jöhet át ide. És akkor kész. Na jó van, srácok, innen folyt köv. Jó. Szereztünk egy új kardot. Egy picivel erősebb, gyorsabb. Úgyhogy el is mentem. És bocs az időhúzásért, de innen fogjuk folytatni. Át is kapcsolok, úgyhogy sorry. Sorry, de ugye szóltam, hogy ez egy ilyen téma lesz, ahol megpróbálok kicsit előrébb jutni a dolgokba. Aztán majd kiderül, hogy hogyan tovább. Várjatok. Auto lock on. Oké. Okay. Úgyhogy, hát köszönöm szépen a figyelmet, ez is egy kicsit unalmasabb rész volt. Nem tudtunk előrébb haladni egy fokkal se. De, hát picivel. De muszáj voltam valamit fakítani a karakterre, ami furán viselkedett, hogy nem tudtam, mert mindegy, olyan érdekes volt a stamina feldolgozása, nem tudom, hogy ez a játék, vagy a karakterek, vagy hogy ahogy pajzsosznak, és akkor annyira legyengít a pajzs, vagy tudja a búbánat, hogy mi van. Úgyhogy, srácok, na jól van. Találkozunk a következő epizódban, azaz a 21. epizódban. Hú, szerintem minimum lesz, vagy 60. Jó, mondjuk azért lesz ilyen valószínűleg azért ilyen hosszok, mert vágatlanba csinálom, és nem is szándékozok vágni. Esetleg, hogyha valakinek segítségre, vagy tapasztalatot akar szerezni, vagy valaki újra ki akarja próbálni a játékot, hát, ha tudok neki valamit mutatni, bár nem vagyok elég menő ahhoz, hogy ilyeneket mutogassak, de hát, ha valaki tud ötleteket meríteni, vagy valaki hasonló cipőben jár, mint én. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor meg a további dolgokat, úgyhogy találkozunk a 21. epizódban, addig is sziasztok!